A békéscsabai kötődésű egy másik zenekar a Kének közös kép című dalával bejutott a 2016 középdöntőjébe. Az együttes gitárosa Cseh István a Bartók Béla zeneiskolából indult, azóta a Prima Díja zenész a hazai gitáros élet egyik legsokoldalúbb alakjává nőtte ki magát, idén pedig a békéscsabai Jókai Színház Légy jó, mint halálig című darabzenekarát erősíti. Csináljunk egy képet, amin boldogok vagyunk. Tudod, semmitől se félek, mert még boldogok vagyunk. Ezzel a dallal jutott tovább az Egy másik zenekar a Magyar Televízió a Dal című műsorának középdöntőjébe. Az együttes békéscsabai gitárosa elmondta, nem először indultak a versenyen, így különösen nagy öröm a számukra ez az eredmény. Ugyanakkor minden észrevétel tanácsot megfogadnak, hogy minél kiforrottabb legyen a dal a következő fordulóig. Kaptunk egy kommentet, hogy a refrénben túl sokat ismétlő, túl konkrét rímek vannak, kecskék, fecskék, kék, úgyhogy egy picit fogunk dolgozni a szövegen. Ettől függetlenül a dal szerkezete, illetve maga a dal az megmarad, egy picit a szövegen fogunk alakítani, úgy néz ki. Cseh István játszik musicalekben, szólóesteken, de a rock és a metal zene sem állt vele távol. A klasszikus zenei tanulmányok mellett autodidakta módon könnyű zenével is elkezdett foglalkozni. 2007-ben egy ösztöndíj kapcsán pedig lehetősége nyílt a könnyű zene egyik fellegvárában, a Bostoni Berklee College of Musicon tanulni. Hazatérése óta szóló előadóként, zeneszerzőként, valamint több zenekar zúló gitárosaként tevékenykedik. De a Jókai Színház is gyakran hívja egy-egy zenés darab kapcsán. Nagyon régóta őt hívom mindig, hogyha a színházba gitáros kell. Úgyhogy gyakorlatilag én azt hiszem, hogy egy ilyen 6-7 éve biztosan ő szinte folyamatosan játszik itt a színházban. Bármilyen olyan zenés darab van, ahol gitárosra szükség van, akkor ő szokott jönni. Az Egy másik zenekar megújult dalát a Magyar Televízió Dal című műsorának középdöntőjében hallhatják a nézők.